40 szólista, 37 csoportos előadó, összesen több mint 170 tanuló vett részt a Városi Népdal éneklési versenyen, amely a zeneiskola igazgatója szerint azt mutatja, hogy az énektanárok nagy hangsúlyt fektetnek népdalkincsünk megőrzésére, megszerettetésére az iskolai órákon. Nagyon sok tanuló jelentkezett erre a versenyre, ez a több mint 170 tanuló, ez nagyon sok. Ez azt jelenti, hogy a városban az általános iskolai énektanárok énekórán foglalkoznak a magyar népzenével, a népdalokkal. Ez nagyon fontos zenészeknek is, nagyon fontos, de a magyarság számára is fontos, hogy olyan hagyományt őrizzünk, amely kifejezetten a magyarsághoz tartozik. Ilyen típusú népdalok nem nagyon vannak a világban sehol, úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek a népdalkincsnek a megőrzése zenészek számára nagyon fontos dolog. Forrai Fanni kiskora óta énekel. A népdalok iránti szeretetét a szülői házból hozta, így természetes volt, hogy megmutatja tehetségét a megmérettetésen. Egyéniben indulok, és egy nyírségi népdalcsokrot fogok előadni, amelynek első népdala a Kor szép az erdő, a második népdala a Szól a figemadár, a harmadik népdala pedig Én Istenem, de víg voltam ezelőtt. A szakmai zsűri figyelte a tiszta intonációt, a stílusosságot, a ritmikát, az énekelt szöveg érthetőségét, illetve pontozta a népdalcsokrok összeállítását is.